Megemlékezés, színes programok és érdekességek a Dombovári Művelődési Házban. Bemutatjuk most önöknek a kétnapos rendezvény eseményeit. Az eseményt a Kapostánc Együttes nyitotta meg. Kultúrházak éjjel-nappal program ez ebben az évben is megrendezésre kerül nálunk itt a Művelődési Ház falai között. Ez ebben az évben péntekre és szombatra koncentrálódik, nagyon sokféle programmal készültünk. A mai nap szombaton egy emlékezést tartottunk itt az előtérben. Nem véletlen a helyszín, hiszen egy olyan személyre emlékezünk, aki ebben az előtérben nagyon sokat megfordult. Gyakorlatilag itt élte az életét a családja mellett. Nyer Sándorné, Juhász Magdolnáról beszélek, aki 44 éves korában nagyon fiatalon távozott közülünk. Ennek is immár 31 éve. Magdi néni az idén lenne 75 éves, ezért találtuk most gyakorlatilag ezt, úgy gondoltuk, hogy ez az időpont lenne arra alkalmas, hogy méltó emléket állítsunk neki. Ugyanis, amikor ő meghalt, ennek a háznak ő volt az igazgatója. Most, a mai napon, férjével és a jelenlegi igazgatóval, Müller Ádámmal itt a mögöttem látható tablót leplezték le, valamint ugye itt Magdi néninek különböző fényképei láthatók, illetve egy rövid kis életrajza azoknak, akik esetleg nem ismerték volna. Igazából nem kisgyerekkori barátság, inkább majd mondhatom, hogy felnőttkori barátság volt ez. A táncos évek alatt kezdődött, és a táncos évek után mélyült el a barátságunk. Volt munkakapcsolat is köztünk, volt családi kapcsolat is, tehát ez egy mély, igazán bensőséges jó barátság volt. Hát sajnos ő fiatalon meghalt. Olyan 18 a Magdinak az érettségi után levő munkájához kapcsolódtam én, mert akkor én még táncoltam, és akkor utána sokat voltunk együtt. Együtt jártunk haza, ő a munkából, én a táncórákról, és innentől kezdődött, tehát azért fiatalok voltunk. Orbán Zsoldos Anna Impressziók című kiállítása is nagy sikert aratott. A negyedik kiállításom lesz itt most Dombováron ez a kiállítás, de ez talán a legszínesebb és változatos is, meg egy kicsit kiteljesedettebb az életkoromból eredően. Ha valami megtetszik, akkor szeretem lerajzolni vagy megfesteni. Voltam többször alkotótáborokban, és ott is készítettem munkákat, Dunaparton és Dunaszekcsön, meg hát több helyen az országban. A baptista tevékenység szeretett misszió is bemutatkozott. Mi a baptista tevékeny szeretett misszió újesség központjából jöttünk, ami Dombóváron az Adi utca 60 szám alatt található. Pszichiátriai szenvedélybetegekkel foglalkozunk nappali ellátás keretében. A mi intézményünk azért is egyedülálló, legalábbis Dombóvár életében, mert hogy mi minden nap nyitva vagyunk, tehát az év 365 napján lehet hozzánk jönni, ettől a 8-tól 2-ig tartó időszakban. Az idősek szuperidőtöltő tevékenységeket hoztak el, valamint a saját termelésű zöldséggyümölcs sem maradhatott ki a sorból. Egy ulti nevű kártyajátékot játszunk, ezt lehet játszani négyesbe is. A szomszédasztal volt hármasba játsszák. Annyiféle változata van ennek a játéknak, van úgynevezett rabló ulti, van a négyszínes ulti, mi mindegyiket játsszuk. Amit nagyon sajnálok, hogy az ifjúság hiányzik így a köreinkből, mert az utánpótlás az nagyon nehéz, pedig egy roppant kreatív gondolkodásmódot igénylő játék, fejleszti főleg így időskorban, mint jó magam is vagyok már, a gondolkodást, a koncentrációkészséget és a kombinatív készséget kegyetlenül. És nagyon jól érezzük magunkat, ez a lényeg. Tehát itt kialakult egy kis társaság, van, amikor vagyunk 8-10 is, de általában 7 ember az végig mindig megjelenik, és bizony igyekszünk minél sűrűbben játszani, tehát szeretjük a játékot éppen ezért,
hétfőn is, 4 órától 8 óráig, szerdánként is, és pénteken is szintén ugyanígy, 4-től 8 óráig ultizunk. Méztermeléssel foglalkozunk, ez a fő profilunk, mellette van kertünk, szőlőnk, és akkor az ott megtermelt gyümölcsök, zöldségeket a feleségem elkészíti, és akkor, illetve nyersanyagként is áruljuk a piacon, és a lekvárok, szörpök, meg a savanyúságok is megvásárolhatók. Ez 1972-ben, tehát több mint 50 évvel ezelőtt alakult egyesület, és megpróbálunk az elődök nyomdokába haladni, és foglalkozunk zöldséggel, gyümölcsel, szőlővel, meg amit ezekből a termékekből elő lehet állítani. Vannak olyan tagjaink, akik csak saját célra termelnek, de hál' Isten van néhány olyan tagunk, akik azért piacra is termelnek. Itt felkérést kaptunk, hogy ebben a programban mutassuk be, hogy mivel foglalkozunk, és hát ebből az alkalomból vagyunk itt. Igyekszünk ezt úgy bemutatni, hogy egy kicsit látványos is legyen, és ha megkeresés van, kérdéssel fordulnak hozzánk, akkor megpróbálunk rá válaszolni.